Az olvasás éjszakája egyik helyszínén vagyunk, és egy régi ismerősünkkel, Csapodik Ingával beszélgettünk, illetve én fogadtam őt arról, hogy mi is ez az egész. Hogy kerültetek ti a képben, vagy mondanál valamit arról, hogy miért pont itt, miért pont most? Hát az olvasás éjszakája ugye a Supka Géz alapítványnak volt az ötlete, hogy az olvasás népszerűsítés a fő célja ennek az alapítványnak, és ahogy tavasszal volt a kampány, a fiatalokat megcélzó kampány, a Te is olvasol, ugye, most egy kicsit tágítani ezt a kört, és valahogy azokat is rávenni az olvasásra, vagy egyáltalán egy könyvek közé merészkedjenek, akik nem feltétlenül a legnagyobb könyvmolyok. És ezért gondoltuk, hogy egy kicsit ilyen lazábban próbálunk meg vonzó programokat csinálni, aki viszont rendszeres irodalmi programokra járó, az is találjon benne valami érdekeset. Tehát, hogy éjszaka, olvasás, mit csinál az ember, amikor nem olvas, könyvek, de nem csak a nagyon szigorúan vett szak vagy szép irodalom. Tehát ezért egy kicsit lazítottunk az egészen, és olyan programokat akartunk csinálni, amire mi is szívesen elmennénk, pedig már túl vagyunk egy jó pár kötet bemutatom, és ezért jött az, hogy kicsit vegyünk bele kajálást, mondjuk ezért lesz nálunk lecsóparti, olyan férfiúk vezéletével, mint Csárna Szabó András, Dragomán György, Fehér Béla, vagy pedig Darida Benedek, tehát hogy egy kicsit őket is látjuk, de milyen jó úgy beszélgetni könyvekről, meg irodalmat hallgatni az ember, ami finomat eszik. A csokisok is kényeztetnek minket, a 9-es csokoládé is fog itt egy bemutatót tartani, fagyizni lehet. Ez a kulináris része. Aztán a kicsit az oldottabb részhez tartozik a zene, mint másik szórakozási forma, és milyen jó, mikor ez összeér, vagy találkozik. Például két olyan alkotó, az egyik nagyon ismert, Grecsó Krisztián, a másik pedig egy fiatal szerzőnő, aki várja, hogy kijön a nyomdából az első könyve, és a Krisztián az irodalomtól tartott mondjuk a zene felé, Kalapos Éva pedig az Egy új élet, a DAC című sorozatunk szerzője, pedig inkább zenészként állt eddig színpadon. Most viszont jön a könyve, tehát ők így találtak egymásra. Van olyan, akinek nagyon ismert a neve, Závada Pál, de lehet, hogy nem hallottuk még Jadviga dalokat énekelni, holott a Jadvigát elég jól ismerjük. Hát olyan szerző, akinek a drámait nézzük színpadon, nem biztos, hogy láttuk striptizelni. Ezt ugye ilyen talányosan hirdettük először. A Striptiz nevű zenekar összeáll, és éppen most próbálnak, most van a főpróba, és az este pedig és újra debütálnak. Tehát próbáltunk változatos programot, és azért itt, mert mindegyik hálózatnak az egymáshoz legközelebbi boltjait szemelték ki a szervezők, hogy azok az emberek, akik kíváncsiak a többi programra, és átérjenek. Tehát lehet cikázni itt a boltok között. Mi a Lira Fókusz könyvárruházában és a hátsó kapuban vagyunk jelen. A pódium programok a hátsó kapuban, amiket így felsoroltam. Viszont itt a Fókuszban is nagyon-nagyon aktívak voltak. Közösen találtunk ki olyanokat, hogy milyen egy könyv illata, szaglászanak a könyvet és éljenek rá, hogy milyen korú az a könyv, vagy pedig hívják ki Varró Dánielt pókerezni, és hát mutassák meg, hogy lehet, hogy nem is akkora király, nem csak rímekben, hanem pókerben sem várja Dani a kihívókat. Azon kívül a szkifi szerelmeseit is megpróbáltuk megszólítani. Egy nagyon izgalmas előadás ígérkezik, amit én sajnos nem fogok hallani, pedig nagyon sokat tudnék tanulni. Tehát elég változatos programokat, és hát aki egyedül érkezik, lehet, hogy nem egyedül fog hazamenni, hiszen irodalmi pártaláló is lesz. Hát ilyeneket találtunk ki, hogy amikor nem alszol, akkor ez egy jó program legyen, mert hogy én még olvasok este. Azt néztem, hogy nagyon sok szerzőt felkértetek, vagy irodalomhoz kötődő embert. Könnyen sikerült őket meggyőzni, hogy nekik itt a helyük, vagy győzködni kellett? Igazából nem kellett senkit győzködni. Ugye a Supka Géz Alapítvány is kért fel szerzőket. Például nálunk Ungveri Tamást a Supka Géz Alapítvány kérte, vagy pedig többeket. Én úgy tudom, hogy nekik is nagyon könnyen ment. Esetleg olyan akadályba ütköztünk, hogy mi nagyon szerettük volna, hogy Eszterházi Péter megmutatja nagyapjai oldalát és esti mesét mesél. Viszont ő Berlinben van most. Tehát, hogy ilyenek sajnos közbejöttek, de azzal vigasztaljuk magunkat, hogy ebből egy hagyomány lesz, tehát majd jövő ilyenkor a második olvasás éjszakáján azok, akik most kimaradtak, mert éppen osztálytalálkozójuk van, vagy pedig egy másik fellépés elszólítja őket, akkor jönnek, és ezt pótolni tudjuk.
A programokat, amit említettél, volt egy-kettő, ami nekem is nagyon érdekesnek tűnt. Kinek az ötlete volt a nyomdalátogatás? Már jól tudom, az tőletek indul külön busszal. Ez hogy jött? A lapkiadók, a könyvkiadók és ugye a laposok és a nyomdaipari egyesülés összefogott és együtt gondolkodtak. Tehát, hogy azért ez nem csak irodalmi program, hanem könyvszakmai is. És azért jött, hogy milyen érdekes lenne megnézni egy nyomdát. Ezt ők találták ki. Az, hogy innen indul a busz, az csak egy logisztikai kérdés volt, hogy hol tud megállni. És ezért jött ez így. Mondjuk nem csak a nyomda lehet így érdekes, hanem nem gondoltuk volna, hogy a Metal Hammerben hirdetik az olvasás éjszakáját, mert ugye az első szám például nálunk egy metal zenész, az Ektomorf frontembere fog itt zenélni. Tehát azért mondom, hogy a nyomdászok is jöttek, hiszen ők közvetlenül kapcsolódnak, de volt egy olyan megkeresés, hogy mi lenne, hogyha a Farkasztatját megkérnék, hogy jöjjön és játszon, és ő azt mondta, hogy igen, nem hörgős-pörgős halál, metal lesz ma este, hanem akusztikusan, és ehhez ugye nagyon érdekeny témájú fotók fognak kivetítődni. Hát remélem, hogy ott is forgattok, és majd ő lehet esetleg játszani egy kicsit. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy különböző emberek, akik visszajönnek a nyomdából, és utána esetleg leülnek egy kis Farkas Zoltánt hallgatni, hogy mit szólnak hozzá. Készültök még esetleg olyan meglepetéssel, ami annyira nem volt, vagy nem elég egyértelmű volt az előzetes hírverés során? Próbáltuk hirdetni a szervezők is, és mi is külön-külön, de hát ugye minden nyári szünet után magára találó szervezet egy kicsit késve kapcsol. Az utolsó pillanatban lett nagyon-nagyon biztos, tehát én most már látom ezeket, hogy nagyon is megéri nem csak olvasni és könyvet vásárolni, hanem egy kicsit játékos kedvűnek lenni, hiszen nem csak fagyit lehet kóstolni a Magic Ice Yo voltából, hanem például a kiállításra menni, hiszen a Nemzeti Múzeum múlt héten hívta fel a szervezőket, hogy a jövő héten nyíló kappa kiállítása jegyeket ajánlott fel. De a legnagyobb nyeremény az nem ez, hanem az ember kap egy ajándékkártyát, ami könyveket vásárolhat abból az összegből, amit elvihet magával wellnesselni, méghozzá Egerbe lehet olvasni egy hosszú hétvégére, az a szerencsés, aki megnyeri ezt a játékot, és egy gárdonyi csomag keretében ő ott pihenhet és olvashat. Azt hiszem, hogy ennél többet mi szervezők, de minden olvasó sem, tehát senki sem tudna jobbat kívánni, ránk ráférne, tehát üzenjük még esetleg a szállodának, hogy a szervezők is nagyon örülnének neki, de tényleg én nagyon-nagyon fogom irigyelni jó értelemben azt, akinek a nevét kisorsolom éjfélkor. Ehhez csak annyi kell, hogy kitöltsék a quiz kérdéseket, és vásároljanak valamit, tehát egy érvényes blokk legyen náluk. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.